12 és 1 között értem haza. Elmentem aludni, és ez volt az utolsó emlékem. 1993. február 20-án Monique Grayt a kaliforniai Queen of the Valley kórház sürgősségi osztályára szállították. Eszméletlen volt. Pupillái merevek voltak és tágak. A mentősök jelentése alapján hányt és fejfájásra panaszkodott. 6 hónapos terhes volt. Barbara Hamm nővér akkor a sürgősségi osztályon dolgozott. Meg kell, hogy mondjam, nem hittük, hogy felépül. Monique-ot csak a gépek segítségével tudták életben tartani. A CT eredménye szerint agyvérzése volt, és az orvosok szerint súlyos agykárosodást is szenvedett. Ettől kezdve inkább Monique meg nem született gyermekére összpontosítottak. Életben akarták tartani a gyermeket, az anyát is természetesen. Valójában 2 életről volt szó. Hamm nővér meg volt győződve, hogy Monique-nak és kisbabájának egyetlen reménye az ima. Attól a perctől kezdve, ahogy elkezdtem ápolni, tudtam, hogy imádkoznom kell érte. Minden nap imádkoztam. Minden alkalommal, amikor őt ápoltam, egy ima futott át bennem. Kényszerítő szükségét éreztem annak, hogy imádkozzam érte. 3 nappal később 2 nővér, akik a kórházban dolgoztak, odamentek Monique ágyához és imádkoztak érte. Később egyikük elmesélte Monique-nak, mi történt aznap. Azt mesélte, hogy miután imádkoztak, Isten jelenléte töltötte be a szobát. Minden kétséget kizáróan tudták, hogy Isten ott volt. Úgy mesélte, hogy olyan érzés volt, mintha Isten végtelen szeretete bejött volna a szobába. Aztán egy hangot hallott belül. Ne aggódj, Nikki rendbe fog jönni. Nikki a becenevem. Abban a pillanatban, ahogy ezt hallottam, én felültem az ágyban, rájuk néztem, és azt mondtam, igazán szomjas vagyok, kaphatnék egy kis vizet, kérem. Addig 3 napot agyhalott állapotban töltöttem, semmilyen agyműködés nem lehetett észlelni. Egyszerűen újjongtam, és egyben meg is voltam lepve, mert ahogy mondtam, nagyon kevés esélyt adtunk neki, hogy túléli. Néhány napon belül lejött a gépekről, és a CT normál agyi működést mutatott. A személyzet megdöbbent. Annyira stabillá vált az állapota, hogy ez önmagában is csoda volt. 3 hónap múlva Monique egy egészséges kislánynak adott életet. A kislánya Cassandra nevet kapta. Míg az orvosok értetlenül álltak a történtek előtt, Hamm nővér pontosan tudta, mi történt. Hallottuk, hogy életet adott a gyermekének. Azt kell mondanom, hogy ez valódi csoda volt. Cassandra ma 21 éves. Mindezt túlélte. Minden gyógyszeres kezelést, mindent, és nem lett semmi neurológiai problémája. Semmi gyógyszeres kezelésre nem volt szüksége a szervezetének, ami egy újabb csoda. Monique még mindig nem érti teljesen, hogy Isten miért tette vele ezt a csodát, de a következtetést levonta belőle. Lehet, hogy soha nem tudom meg a választ. A legjobb, amit tehetek azzal az ajándékkal, amit kaptam, hogy az életemet a legjobb módon élem, és megosztom a történetemet másokkal is, mert ez volt a cél valójában. Monique biztos benne, hogy ismeri története szerzőjét. Biztosan tudom, hogy Isten létezik. Ez az egyetlen oka annak, hogy itt vagyok, ebben az állapotban. Ez mind ő miatta és a kegyelme miatt lehetséges.